A benzin és a gázolaj ára is 9-9 forinttal csökken szerdától a hazai kutakon. A változást a koronavírus okozza. A nyersolajkereskedők ugyanis arra számítanak, hogy csökken az olaj iránti kereslet, de nem csak az autósoknak kedvez a már Európát is elérő járvány. A hazai élelmiszerboltok forgalma is jelentősen megugrott. Ezek a felvételek néhány napja Budapesten készültek. A Facebookra töltötték fel őket, és látszik rajtuk, hogy már szinte minden tartós élelmiszert felvásároltak ebben a budapesti üzletben. Tolna megyét egyelőre nem érte el a felhalmozási láz, ettől függetlenül egyértelműen látszik, hogy az országban egyre nagyobb forgalmat bonyolítanak az élelmiszerüzletek. Ezt mondja a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Azt látjuk, hogy nagy a készletfelvásárlás, elsősorban a tartós élelmiszer cikkek területén. El lehet mondani, hogy még Tolna megyében nem is akkora az ilyen irányú felvásárlás, de például Budapesten a hírek szerint nagyon nagy lett a felvásárlás. Kínában már komoly termelési gondokat okoz a járvány, Magyarország pedig egyre több terméket importál a távol-keleti országból, főként elektronikával kapcsolatos kész és félkész árukat. Az ott akadozó gyártás viszont valószínűleg nem lesz komoly visszatartó erővel a hazai termelésre a szakértő szerint. Én úgy gondolom, nem fog eszkalálódni ez a helyzet. Gyakorlatilag a termelésnél inkább az lehet a gond, hogyha különböző alkatrészek beszállításával lehet esetleg probléma. Gondolom itt elsősorban a kínai termékeknek a hiánya, mert láthatóan ott egy kicsit akadozik a gazdaság. Fischer Sándor azt mondja, ha lesz is negatív hatása a magyar gazdaságra a járványnak, akkor az legfeljebb a GDP 1-2%-át éri majd el.